Hello, hello, sziasztok! Ebben a videóban a ketogén lisztekről fogok beszámolni. Körülbelül 2 éve készítettem már egy hasonló videót, de ott még csak 5 féle ketogén lisztet használtam, hát mára azért sokkal több minden található a konyhámban, úgyhogy előkészítettem most egy kis összefoglalót az elmúlt napokban. Azt nyilván mindenki tudja, hogy a ketogén lisztek nem mások, mint diófélék, magvak és rostoknak a porrázúzott, ledarált változata. Úgyhogy nehogy nekem valaki azt gondolja, hogy a búzalisztről beszélek. El fogom mondani ebben a videóban, hogy melyik összetevőnek milyen tulajdonsága van, mire kell vigyázni, mennyit érdemes belőle használni. Az infoboxban le fogom írni, hogy mi a szénhidrát tartalma, egy evőkanál hány grammot tartalmaz. Ez csupa ilyen hasznos információ, hogy ez a 3 év tapasztalata, gondoltam érdemes most már ezt megosztani. A paletta nem véges, tehát vannak még terveim, például a tücsök lisztet ki akarom még próbálni, meg a konnyak lisztet ki akarom próbálni, de az majd még csak a jövőnek a feladata lesz, úgyhogy most nézzük, hogy az elmúlt 3 évben én mit használtam, és hogyan. Jók legyetek! Elsőként itt van a legátlánosabb keto diétában használt liszt, a mandulaliszt. Hogy ez most mandulaliszt vagy darált mandula, az teljesen mindegy, a szénhidrát tartalma szinte ugyanaz. Amire vigyázni kell, a páramnak például mandulára van egy kis érzékenysége, tehát én nagyon ritkán használom, és hogyha elég sokat raksz egy komolyabb süteménybe vagy tortába, akkor lehet, hogy az már megüti a low carb szintet, tehát a ketogén diétába csak úgy tudod beilleszteni, hogyha mértékkel leszel belőle. A másik, hogy ugye lehet kapni blansírozott mandulalisztet, lehet kapni nem blansírozottat, tehát attól függ, hogy ezt előkezelték-e vagy sem, figyelni kell a szénhidrát tartalmára, mert nem egyforma, úgyhogy ez a mandulalisztnek a lényege. Amúgy szeretjük, finom, csak ritkán használom. Nagy kedvenc a lenmag, van a barna lenmag és az arany lenmag. Hát a szénhidrát tartalma nagyon eltérő, tehát ha találsz olyat, hogy mind a kettő 1,6 g per 100 g-ban, találsz olyat, hogy 10 fölötti, tehát teljesen eltérő. Amit én veszek gyárilag, a barna lemmag az nálam 1,6 g szénhidrát van, az aranyban meg majdnem olyan 6 g. Hát most kinek milyen szénhidrát tartalmú lemmag kerül a kezébe a boltban, hát azt nem tudom, mindenképp le kell ellenőrizni. Hogy kell használni a lenmagot? A barnát én általában édességekhez használom, mert van egy olyan nagyon érdekes íze, ami nekem az édességhez passzol. Ezekből inkább kenyérkéket sütök, tehát ilyen sósabb dolgokat. Mindenképp érdemes tudni, hogy én nem szoktam megdarálni előre, csak mindig annyit darálok meg, hogyha kell 20 g, akkor én megdarálok 20 g-ot, és ennyi. Tehát nem darálom meg, de ha mégis megdarálsz többet és felbontod, azt mondják az okos emberek, hogy be kell rakni a mélyhűtőbe, és akkor nem illannak el a fontos tápanyagok belőle, higgyünk nekik. De én nem szoktam megdarálni, csak amikor éppen kell. Úgyhogy ennyi a két lemmag, én nagyon szeretem őket. Hajrá! Íme a kókuszliszt, ez is egy nagyon-nagyon népszerű dolog. Viszont ebben pont úgy vagyok, mint a mandulalisztel, sőt, az én kókuszlisztem az 17 g szénhidrátot tartalmaz per 100 g-ban, de általában, ha a neten rákeresel, akkor 60 g-ot ír. Tehát ebből ketogén ételt, főleg édességet sütni, hát azért az művészet, vagy tényleg csak egy szeletet szabad belőle enni. Tehát ez inkább én low carb-nak tartom. Mindenesetre sokan használják, mint ketogén összetevő. Persze be lehet illeszteni, ha ügyes vagy, de én ezt inkább low carb-nak mondom. Amit fontos tudni a kókuszlisztről, hogyha azt mondom egy receptben, vagy bárki tapasztalta, hogy 3 evőkanál ezt meg azt tegyél bele, akkor a kókuszból nagyjából elég 1 evőkanál. Tehát ez olyan szinten beszívja a vizet, hogy jóval kevesebb kell belőle, úgyhogy erre nagyon kell vigyázni. Amúgy nincs vele semmi baj, de én ritkán használom, mert nagy a szénhidrát tartalma, szóval én nem vagyok nagy barátságban, de finom, mese nincs finom. Hát ez a kókuszliszt. A következő a szezámmag. Ezt is mielőtt használni szoktam, akkor szoktam megdarálni frissiben. A szénhidrát tartalma, amit én vásárolok, annak 11 g. De volt már olyan, hogy a kezembe került egy olyan szezámmag, aminek tudom, egy 1,6-os szénhidrátot mondtak, hogy azt is előkezelték-e, vagy sem, már nem emlékszem. Tehát ezt is érdemes lecsekkolni, amikor megveszed a boltban.
Ebből szoktam süteményt sütni, kenyeret sütni, természetesen dalával. Amire még nagyon jól lehet használni, ha megdalálod, húsokat panírozni. Tehát nagyon jó, nagyon, nagyon kis finom lesz, úgyhogy én panírozásra is használom. Hát ennyi, ez a szezámmag. Íme, ez mostanában lett a nagy kedvenc, ez a zabrosliszt. Nem összekeverő, összekeverendő a zabpelyhekkel, ez zabrosliszt. Így tudod megvenni, hogy zabrosliszt. Hát mondanám, hogy 0,3 g szénhidrát van 100 g-ban, tehát ebbe szinte semmi. Ez tényleg úgy, ahogy van, rost. Amit tudni lehet róla, olyan, mint egy téglapor, tehát nem tudom, látszik-e, porzik. Nem látszik a kamerába, de porzik, mint a porcukor. Nem szabad belőle sokat használni nagyon, mert van egy ilyen furcsa íze, amit hát meg lehet szokni, de mi megesszük, mi mindent szeretünk, de nem mindenkinek ízlik. Viszont nemrég jöttem rá, hogy összekeverve bambusszal és utifűmakéjjal, amikor élesztős pizzát nyújtok, olyan isteni pizza lesz belőle, hogy azóta nagyon megszerettem. Tehát annak ellenére, hogy ilyen sprőt téglaszerű, mégis istennél lehet nyújtani. Tehát hihetetlen. Hát én most ebből ezt most nagyon megszerettem. Abban van ebből kenyér receptem is, hát lehet ebből kenyeret is sütni. De mondom, én most inkább pizzának használom, nagyon szeretjük. Ő a hántolt, felezett kendermag. Én egyszerűen imádom. Szeretem az ízét, szeretem az állagát. Nagyon jól lehet vele dolgozni. Van egy kicsi olyasmi tulajdonsága is, mint a lisztnek, tehát lehet belőle úgy palacsintát csinálni adalék nélkül, hogy szépen, tehát nem szakad el. Tehát én ezt rettentően szeretem. Kenyérnek jó, sütinek jó, sőt, tudok belőle csinálni ilyen műzliszerű reggelit is. Úgyhogy annak is kitűnő. Amit tudni kell róla, és vigyázni kell vele, hogy a szénhidrát tartalma az alacsony, azzal nincs baj, ki fogom írni majd, hogy mennyi. Viszont a fehérje tartalma az 32 g, tehát arra vigyázni kell, ha valakinek fontos, hogy mennyi fehérjét eszik egy nap, akkor ebben számolni kell. Amit tudni kell róla, hogy meg lehet darálni kávédarálóban is, de ez olyan annyira olajos ez a mag, hogy a kávédaráló azt mondja, hogy zzz, és már kész is, beáll, ilyen totál zsíros massza lesz belőle. Úgyhogy én úgy szoktam csinálni, hogy turmixgépbe berakom a nekem megfelelő mennyiségű kendermagot, és teszek rá egy vagy két tojást, tehát nagyjából annyit, hogy el tud képzelni, hogy ne legyen nagyon híg, tehát a turmixgép el tudja szépen darálni, és egy tojással nagyon szépen el lehet darálni, hogy nem lesz ilyen darabos, tehát utána már nagyon jól lehet bele süteményeket sütni, meg mindent, hogy ezt tudom ajánlani, nagy kedvenc, 5 csillagos nálam, de ő a kendermag. Íme az utifűmaghéj és az utifűmaghéj por. Ugye ő az utifűmaghéj, teljesen úgy néz ki, mint egy korpa. Nagyon sokan nem szeretik, és megmondom őszintén, hogy egyet tudok érteni. Van, ha egy kicsivel többet raksz bele, mint ami a kívánatos, akkor van egy ilyen furcsa mellékíze. És amiért én régen csak az utifűmaghéjat használtam, aztán rendeltem utifűmaghéj port, mert amikor ezt eszem, olyan, mintha a fogam közt homok lenne, tehát ilyen furcsa érzés enni a kenyeret belőle, vagy bármi mást. Ez valóban megszünteti ezt a hatást, tehát ezzel jobban szeretek dolgozni a porral, viszont arra vigyázni kell, hogy ha egy evőkanálról beszélek, akkor a porból egy evőkanál az 10 g, ebből a korpaszerű állagból egy evőkanál az 6 g, tehát erre vigyázni kell. Amúgy hát szénhidrát tartalma szintén majdnem, hogy semmi. Viszont ebből sem szoktam sokat használni. Egy, maximum két evőkanál. Tehát ezek nekem ilyen, nagyon jól lehet vele dolgozni, kell a kenyérbe, de nem tömegestől. Tehát én nekem ez a tapasztalatom, én így használom őket. Úgyhogy ennyi. Ő az utifűmaghéj. Amúgy rettenetes, milyen hosszú neve van, tehát mire ezt kimondom, meg leírom. Utifűmaghéj. Na. Ők voltak azok. És ő itt kérem a bambusz rosliszt. Ez nem egy új találmány, én olyan fél éve fedeztem föl, eszméletlenül bele vagyok szerelmesedve, tehát ezzel dolgozni isteni. Természetesen nem önmagában, tehát a bambusz roslisthez, ez a mértékegységem, ez egy cup, kb. 25 g fér bele, mindig teszek egy evőkanál utifűmaghéjport,
És ez a kettő itt együtt olyan nagyon jó eredet alkot, hogy nagyon szépen lehet nyújtani, lehet belőle galuskát főzni, egybe marad a vízbe, eszméletlen jól dolgoznak együtt, viszont mind a kettő elég ilyen rostszerű, úgyhogy mindig szoktam mellé tenni egy harmadik féle disztet, kendermagot, mandulát, lemmagot, tehát valamit mindig teszek mellé, tehát az, hogy csak a bambuszt és az utifűmag héjat süssen főzzem, azt ritkán szoktam, tehát ez ennyi tudni való róla, amit még, meg még, hihetetlen könnyű, tehát nagyon, és olyan, mint egy hópihel, tehát nem látszik. Száll a fehér por itt is, mint a porcukornál. Úgyhogy ők azok, a bambuszros liszt imádat van. Ne feledkezzünk meg a jó öreg diófélékről. Először is a hagyományos dió, a pekán dió és a brazil dió. Mindegyik nagyon-nagyon-nagyon jól hasznosítható a ketogén étrendben. Ne felejtsük el, hogy a kalóriaértékük mindegyiknek nagyon magas, az minket nem érdekel, de akinek fontos, az jó, ha tudja. Amúgy kitűnően lehet velük sütni, főzni, édességet, kenyérbe belerakni, bármibe. És ne feledkezzünk meg, kérem, a maradék kis pici magocskákról, elegáns nevén szólva napraforgó mag, vagy szotyi. A párja a tökmag. Ez a fenyőmag, ritkán veszek, mert az elég drága még nekem is sajnos, de nagyon-nagyon finom íze van, csináltam már belőle zsömlét, isteni. A chia mag, ezt talán mindenki ismeri ugyanígy, és az egyszerű mák. Én, amit szoktam csinálni, egy kettőt vagy hármat össze szoktam darálni belőlük, és egy picikét teszek mindig vagy a kenyérbe, vagy a zsömlébe, attól, hogy mit csinálok, de ha édes süteményt csinálsz az alapba, ezek így mind kitűnőek. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, a teljesség igénye nélkül bármit lehet használni, és nyilván van még, amit itt nem soroltam föl, de most ez jutott eszembe, úgyhogy ennyi volt. Jók legyetek!